És Mózes nagy sietséggel a földre borult, és meghajtotta a fejét. Amikor Isten megjelent, nem kérte Mózestől, hogy hajoljon meg és boruljon a földre. Ezt Mózes második könyve 34. fejezet 8. verséből olvastam ma reggeli dicséretként, amiután Isten megszólalt Mózes előtt, Amiután Mózes valami nagyon nagy dolgot Mózes tudomására hozott, miután Isten valami nagyon nagy dolgot mondott Mózesnek, Mózes azután meghajtotta a fejét, leborult Isten előtt, és milyen beszédes cselekedet ez. Miért? Mit hallott is Mózes Istentől? Tegnap erről beszéltünk. Mózes azt hallotta Istentől, amikor Isten bemutatkozott előtte, hogy az Isten a, a kegyelem, az írgalom, a szeretet, a mindenkinek mindent megbocsátás Istene, mert Isten életre teremtett bennünket, örök életre, és hogy örökké éljünk, ki kell jönnünk a bűneinkből, mert az örök életben nem lesz bűn, szerencsére, soha. De itt a földi életben is szerencsére soha teljesen hátunk mögött, mögé kell vessük a bűneinket. És ezt az váltja ki, hogy látjuk azt, hogy az Isten nem haragszik ránk. Az Isten áldozatnak is lát bennünket. Hát persze felelősek vagyunk a bűneinkért, de az Isten nem csak felelősnek lát a bűneinkért, de főképp áldozatnak lát, mert látja, hogy hogy sátán állandóan belevisz, és mi nem figyelünk előképpen oda, és mi vagyunk azok a, az úgynevezett szolgák, akik éjjel alszanak, és közben jött az ellenség, és a, a konkójt elvetette a búza közé, és amikor kinőtt a konkó, és mennek a, a szolgák, és mondják ugye nagy garral az úrnak, hogy uram, hát te tiszta búzát vetettél, honnan van a konkój, akkor hogy mondja Jézus Máté Evangélium a 13. fejezetében a búza és konkói példázatában valamely ellenség cselekedte azt. Igen, van egy nagy ellenségünk, és ezt a jó Isten tudja, hogy sátán mennyire az életünkre tör, mennyire bele akar vinni a rosszba, hogy jogalapja legyen arra, hogy állandóan vádoljon bennünket, kárhoztasson, és azt mondja, hogy na, éme itt az ember, akit az Isten megteremtett, tehát ezt akarod te üdvözíteni és örök életre vezetni, tehát a halál fogja legyen az ember, minden ember annyi bűnt követel, és a bűnök végső következménye a halál, akkor Isten, ha igazságos vagy, akkor, add halára minden teremtményedet itt a földön. És ez igaz. Volt addig, míg Jézus nem jött el, és be nem teljesült az, hogy az úri irgalmas, kegyelmes Isten, késedelmes aragra, nagy irgalmasságú, nagy igazságú, megbocsát hamisságot, vétketés bűnt, de nem hagyja a bűnt büntetlenül. Ugye a mi Bibliánkban, a Károlyi fordításban oda tették, szerencsére kurziválva, dőlt betűvel, hogy bűnöst, azt kihúzhatjuk. Éppen, hogy a bűnöst hagyja büntetlenül, hát a, a bűnt nem hagyja büntetlenül. Itt kell megértenünk Isten jellemének azt a csodálatos vonását, hogy ő mindig külön választja a bűnöst a bűnétől. A bűnös szereti az Isten, mondom, több mint fél tucatszor mondja, hogy mennyire szeretlek, de a bűnt az Isten nem tudja nem gyűlölni. A bűnt, bűn az egy életet pusztító valóság, sátán találmánya és törvénye, Isten bűn gyűlölő, de magára veszi a bűneinket. Így tud egyszerre igazságos lenni és szeretetteljes lenni, vagy szeretetteljes lenni az irgalmasságában, és igazságos abban, hogy a bűnt a keresztván megbüntette, de nem rajtunk, nem mi nekünk kellett keresztvára menni. Volt, aki a keresztvára víve fölvitte a mi bűneinket. Ez az igazi Isten arc. Ezt az Istent nem ismerik ma sem, még keresztény körökben sem, ezt az igazságot és szeretetet egységben magában hordozó Istent, aki elküldte Jézus Krisztust, hogy meghalljon, ami bűneinkért. Ezelőtt Mózes leborult, meghajtotta a fejét és leborult. És mi vajon meghajtjuk-e a fejünket? és leborulunk előtte, és főleg a hétköznapi magatartásunkon látják-e a környezetünkben, hogy minket egy ilyen Isten keresett meg, minket egy ilyen Isten emelt fel. Ha látnák ezt rajtunk, akkor talán több ember kapná fel a fejét, és több ember érdeklődnék, a Biblia Istene és a Bibliai Istene által elküldött megváltó iránt.